Loci Lajos száz éve nyugszik az Arácsi temetőben. Az utókor nem felejtette el a kiváló geológust, geográfust, akinek a Balaton és környéke feltárásáról írott 33 kötetes Balaton monográfiája máig érvényes megállapításokat tartalmaz a tó földrajzáról, éghajlati, társadalmi, de szociográfiai helyzetéről is. A 28 évig készült kutatásokra Lóci nem csak a pénzt és a kiváló szakembereket gyűjtötte össze, de maga irányította a munkát, 1892-ben megvásárolt helyi villájából is. A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke Takács Miklós így emlékezett az Arácsi a balatoni monográfiát készítették, az, az alatt tehát évekig tartott ez a hatalmas anyagnak a előkészítése, feldolgozása, közreadása. Egy óriási munka volt ez, és az alatt az idő alatt ő rengeteg időt töltött itt Balaton Lóci Lajosról, Uh, ugye tudjuk, hogy sokat uh, utazott uh, Széchenyi Béla Gróffal, aki egyébként szintén kötődik Balatonfüredhez a klub uh, révén. Béla Gróffal, aki hát arisztokrata volt, főnemes, mágnás, bejárták a, távolkeletet. távol keletet. Ezekből az utazásokból a legismertebb a, a kínai, a kínai utazás, hiszen az itteni tapasztalatai, kutatásai alapján fedezte fel a Transhimalája hegy láncot, amelyiknek még a létezését sem sejtették az akkori földtudósok, és ezen kívül rengeteg földrajzi, etnográfia és mindenféle más kutatást végzett, és ezeket adta közre Széchenyi Béla által finanszírozott könyvekben, munkákban, amiért komoly díjakat is kapott. Tehát nagy utazó volt, rengeteget utazott, nem csak Kínába, hanem Dél-Kelet-Ázsiába, az egész világban, mindenhol, Yeah. <laughs> ez ma is a mai körülmények között is egy óriási teljesítménye lenne. Akkoriban az akkori kezdetleges viszonyok között, közlekedési viszonyok között több mint egzotikus dolognak és több mint kalannak számított. Igazi úttörő felfedező utak voltak ezek. Sokat látott, nagyon széles látókörű ember volt, aki embernek is kiváló volt. Magyarországon a tudomány történet a nevéhez kapcsolódik a, a Föld tudományoknak egy magasabb szintre emelése, a Földtani Intézet igazgatójaként is később rengeteget tett, ezért tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, természetesen egyetemi tanár volt, és mindezek ellenére is mindig volt arra ideje, ereje, figyelme, hogy a tanítványaival nagyon-nagyon emberségesen, barátilag bánjon, leghíresebb követője, Csolnoki Enő, a nagy tudós Veszprémi híres Csolnoki család tagja. A helytörténeti egyesület megemlékezésére Miklós Tamás, a helytörténeti gyűjtemény vezetője elhozta a temetésen elmondott egyik beszéd eredetiét is. Ugye Lóci Lajos itt uh, a házában ravatalozták fel. Ismerjük a, a korabeli visszaemlékezésekből, a sajtó nagyon bőségesen tudósított erről a, a, a nagyon fontos ö, eseményről. Tudjuk, hogy a helyi plébános a, a házában felállított ravatalnál búcsúztatta a kormány nevében, a tudományos társaságok nevében köszöntek el tőle. Majd végül itt a balaton temetőben a sírjánál, ahol végső nyugalomra a hely Csolnok jelenő mondta az utolsó beszédet a hűséges tanítvány. A balaton Helytörténeti Egyesület lapjában a Füredi História legközelebbi számában részletes megemlékezés is olvasható Lóci Lajosról.